Szia! Én Nagy Böbe vagyok, a Nagy Bígyói Youtube csatorna készítője. Ma ezt a bugilábú angyalkát hoztam négy perc alatt meghorgolható szárnyal, hogy árasszuk el angyalokkal a világot. Hogyha tetszik, amit látsz, a videóban feltett kérdésemre, ide a videó alá kommentben válaszolj, kérlek, és jusson eszedbe megnyomni a like gombot is. És ahogy 8 éve mondogatom, horgoljunk együtt! a mini angyalka fejét is mágikus körbe hat rövid pálcával kezdem. Után beszorítottam a mágikus kört és betettem a jelölőszálat. Minden szembe kettő rövid pálcát horgolok, és ezzel 12 szemre szaporítok. Egy és 12. Áthajtom a jelölőszálat, minden második szembe szaporítok, tehát minden harmadik szem lesz a szaporító szem, és 18 szemre szaporítom, fel. és a 18-dik ugyanoda. Áthajtom a jelölőszálat, és még négy kört ezzel a 18 szemmel, hol és 18. És itt érkezem el ahhoz a részhez, amikor a fejbe 2 cm átmérőjű fagyöngyöt, fagújót illesztek be. A fogyasztás az pedig egészen egyszerűen úgy zajlik, hogy minden második szembe fogyasztok. Tehát egy rövid párca egy fogyasztás, egy és a 12. fogyaszt a következő körbe minden szemnél fogyasztok, és hat szem, vagy hat rövid pálcára fogyasztom le a körömet. a hat szemmel még egy kört horgolok, hogy legyen egy kis nyaka. Miután hozzá kötöttem a ruhácska színét, az utolsó szemet ezzel az új színnel horgolom le, áthajtom a jelölőszálat, és a ruha színével is Horgolok még egy hat szemes uh, rövid pálcakört. Áthajtom a jelölőszálat, és minden szembe, megint kettőt horgolok, tehát minden szembe szaporítok, 12 szemre szaporítom a teste. Áthajtom a jelölőszálat, minden második szembe szaporítok, tehát minden harmadik szem lesz a szaporító szem, és 18 szemre szaporítom a kis ruhácskáját. 17 és a 18. ugyanoda. Következő körbe kialakítom a kezecskének a helyét, ez pedig úgy történik, hogy horgolok 5 rövid pálcát, 1, 5, 1 láncemet horgolok, egy öltést kihagyok, a következő öltésbe öltök, itt horgolok 6 rövid pálcát, 6, megint horgolok egy láncszemet, egy öltést kihagyok, és a végén 5 rövid pálcát horgolom, is 5. Áthajtom a jelölőszálat, és ezzel a 18 szemmel még egy kört horgolok, természetesen, ahol a láncszemek vannak, ott a láncszembe öltök be. Tehát itt akkor három kört csináltam 18 szemmel, most szaporítok, és 24 szemre szaporítom a körömet. Tehát minden harmadik szembe szaporítok, minden negyedik szem lesz a szaporító szem, 1, 2, 3, a negyedik ugyanoda, és ezzel a 24 szemmel még két kört horgolok, tehát összesen három kör lesz, ami 24 szemes. Amikor a három kör 24 szemmel kész vagyok, akkor megint szaporítok. Minden negyedik szembe szaporítok, és minden ötödik szem lesz a szaporító szem, és így 30 szemre szaporítom fel a körömet. 1, 2, 3, 4, és az ötödik ugyanoda, tehát a már megszokott szokásos módon. Amiután ezzel a ha a 30 szemre felszaporított körrel végeztem, akkor ebből a 30 szemből is még két kört lehet, horgolok. És 30, és amikor a 12. körrel is elkészültem, akkor egy picit megcakkozom az alját, semmi bonyolult dolgot nem csinálok. Horgolok egy rövid pálcát, három láncszemet, és a következő szembe egy rövid pálcát megint horgolok egy rövid pálcát, három láncszemet, és a következő szembe egy rövid pálcát. utolsó szemnél nem rövid pálcát horgolok, hanem egy kúszos szemmel kapcsolom az anyag széléhez. Most elkészítem az angyalka haját, bár igazából a teljesen mindegy, hogy az egyes alkatrészeket milyen sorrendbe horgolom, az a lényeg, hogy összeállítás előtt az összes legyen megcsinálva, tehát hat rövid pálcával kezdek, miután behúztam a mágikus kört és betettem a jelölőszálat, minden szembe szaporítok, tehát 12 szemre szaporítom fel a körömet, 12, Rutinból áthajtom a jelölőszállat, minden második szembe szaporítok, minden harmadik szem lesz a szaporító szem, és 18 szemre szaporítom a kört. 18 na most eddig pont úgy van horgolva, mint a fej, de mivel én azt szeretném, hogy ez a haj szépen rásimuljon a fejére és magának a fonalnak is van egy kis vastagsága, ezért a következő körbe még három szemet szaporítok 21 szemre szaporítom a körömet, ezt pedig úgy csinálom hogy ha minden hatodik szembe szaporítok, tehát minden hetedik szem lesz a szaporító szem, és 7 33, 3 az 21, tehát 21 szemre szaporítom a kört. És a hetedik a szaporító szem, és miután ezt a kört 21 szemre szaporítottam, utána ezzel a 21 szemmel 3 kört horgolok. És akkor egy kuszos szemmel a kezdő körhöz, vagyis a kezdő szemhez kapcsolom, és itt egy hosszabb szálat vágok le, mert ezzel a hosszabb szállal fogom kialakítani a frizuráját. A, a, a fonalat fűzöm egy tompahegyű tűbe, a szélső láncszem alá öltök egy öltést, három szemmel arrébb beöltök, visszamegyek az előző szem után következő szemhez, azt követő szemhez beöltök, és akkor így végigöltögetem, és akkor, mint egy ilyen kis csava, felcsavart frizurája lesz az angyalka hajának a szélén. De hát így végigöltögetem hogy mindenhol szépen ott legyen. Behúzom a vég a horgolásba. A láb horgolásához szintén egy hosszabb szálat meghagyok, hát egy kb. 30 centit, és utána készítem el az első hurkot. Az első hurokba horgolok három láncszemet, és egy egyráhajtásot, spálcát félig lehorgolva, beleöltök az első szembe, tehát félig lehorgoltam. Még két ilyen félig lehorgolt egyráhajtásos spálcát csinálok, tehát összesen négy hurok lesz a tűmön. Ezt egy hurokkal összezárom, és megint horgolok egy, kettő, három láncemet. Ismét egy ráhajtásos pálcához rátekerem a tű, tűre a fonalat, és itt mind a négy, mind a négy luk alatt áthúzom, áttolom a tűt, és így horgolom le félig az egyráhajtásos ráhajtásos pálcát. És itt is még két, ilyen félig lehorgult, egy ráhajtásos pálcát csinálok. Tehát itt is itt van a négy hurok, és előtte az előző cuk. Ezt egy hurokkal összehúzom, és a kezdő hurokba öltök bele, kezdő hurkon áthúzok egy szálat, és ebben belehorgolok, tehát itt lesz egy ilyen kis bogyószerű valami. Na most ez lesz a lábfej és innen, mint az épszélő kezdésnél, elkezdek horgolni egy hosszú szálat. Most igazából eddig azért nem készítettem minibabákat, mert teljesen begörcsölt a kezem, mire azokat az apró kezeket és lábakat meghorgoltam, pláne mire felvartam őket, úgyhogy ezt a módszert találtam ki, és arra kérlek, hogy ide a videó alá majd írd meg, hogy neked könnyebbe így, megcsinálni a kezet vagy a lábat, kényelmeseneked neked ez az elkészítési mód, vagy inkább a hagyományos, vagy inkább a hagyományos kéz- és lábkészítésre szavazol. Jó, nagyon fontos lenne nekem, hogy továbbiakban is próbálkozzak-e újításokkal, vagy inkább a hagyományos módszerekkel csináljak új ö, figurákat, illetve horgolást. Amikor ö, 25 ö, szemet meghorgoltam, tehát a lábfej után 25 ö, szemet megcsináltam ebből a ö, kis láncból, akkor Hát, megint egy olyan 10 centi körüli hosszúságban elvágom mind a két szálat, és akkor egyszerre az utolsó szemen áthúzom, hogy ezt így itt rögzítse. Kéznél annyi a különbség, itt is egy hosszabb szálat hagyok, mielőtt elkezdem a láncemeket horgolni annyi a különbség, hogy az egyráhajtásos pálcákból nem négyet hanem csak hármat csinálok hogy kisebb legyen a keze mint a lába ezt a hármat húzom együtt össze itt is megcsinálom a három láncemet itt is megcsinálok még két egy ráhajtásos pálcát félig lehorgolva, az előző három hurkon áttolva, áthúzva a szálakat, tehát három, nem négy, mint a lábnál, itt is egy uh, hurokkal áthúzom, és a a két oldalát ennek a Kéznek, itt is egy hurokkal összekötöm, és akkor itt is ugyanúgy a lánc, az épszélű kezdés láncszemeit használva horgolom meg a 12 láncszemet horgolok ezzel a módszerrel. Akkor a szupergyors angyarszárnyhoz hat rövid pálcát horgoltam, is egyet úgymond sormagasításnak. Megfordulok, a második szembe öltve kezdem el, és horgolok 5 darab rövid pálcát. 5 és a hatodik szembe pedig négy darab rövid pálcát horgolok bele. Három, négy, itt most megint a másik oldalra kerültem, itt most megint öt rövid pálca következik. Egy, kettő, három, négy és öt. és az öt rövid pálca után három láncszem. Ebből a három láncszemből egy a sormagasítás, és kettőbe visszafele haladva beleöltök két rövid pálcát. az eddigi tömör részen visszafele haladva, most öt rövid pálca következik, egy, kettő három négy öt és most a következő három szembe minden szembe két rövid pálcát készítek, tehát összesen a három szembe hat rövid pálca lesz. Tehát háromszor szaporítok, illetve így kerekítem ki ezt a szárny forduló részét. Igen. Jó, tehát háromszor két szemmel fordultam. Itt most négy rövid pálca következik. Egy. Kettő három, négy, egy láncszem sormagasítás, megfordulok, és hat rövid pálcát horgolok, egy, kettő, három, négy, 5, 6. A következő két szembe szaporítok. Tehát egy és szaporítok. kettő és szaporítok. És a sor végéig 9 rövid pálcát horgolok. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, és lezárom. És most észrevehetted, hogy észrevehetted, hogy nem volt egyetlen vágás sem ebbe a videó részletbe, és ezt a fél szárnyat négy perc alatt készítettem el szállításnál először a lábát meg a kezét rakom bele egy ilyen behúzó eszközzel benyúlok itt a fején a gyönynek a lukán keresztül ezt a behúzó eszközt levezetem az aljáig és a két lábát egymás mellett összefogva behúzom ide a fejbe közben megfogom a két lábát hogy csak a fonal jöjjön át így és a két lábát egymás mellé húzom ha az egyik jobban becsúszna, mint a másik. Itt látszik, hogy hol volt a lukarjának, ezt is betolom a fejénél ezt a behúzó dolgot, és ezen a lukon kinyúlok. Ezen a lukon behúzom az egyik kéznek a madzagját, és ismét benyúlok a fejénél, és itt pedig a másik kéznek a madzagját húzom be, Kezek a ruha széléig érjenek. Most azért fontos, hogy először ezt a részét csináljam meg a babának, hogy behúzom a kezét, mert nem pontosan a ruha oldalába vannak a kezek, hanem, hanem az elejénél, és így látom, hogy melyik a baba eleje. Amikor ezeket a láb, kezeket, lábakat szépen eligazgat, itt a fején ezeket a kilógó részeket megcsomózom. Azért ezzel a behúzóval csomózom meg, meg lehetne kézzel is csomózni, csak szeretném, hogy ez a csomó minél közelebb kerüljön a testhez. És akkor amikor ezek a, ez a csomó itt meg van szépen húzva, akkor kezelába rögzítve van. Ebben a fázisban hímzem meg a szemét, mégpedig úgy, hogy itt a fejetetején öltök be, hiszen itt a csomó a haj alatt majd nem fog látszani. Valójában nem is lenne feltétlenül muszáj szemet hímezni neki, hiszen ezek az iciri-piciri babák szem nélkül is megállják a helyüket. és a végső csomót ugyancsak a feje tetején a haja alatt helyezem el. A hajába előre beletettem a kis fém akasztót, amit előre elkészítettem Egy csepp ragasztót teszek bele, és rátolom a fejére. Egy kis rész drótból hajlítottam neki egy kis glóriát, azt is egy csepp ragasztóval ide ragasztom. És akkor most már tulajdonképpen csak a szárnyát kell feltenni, így jó is lesz. Egy cseppet ide. Egy cseppet ide. És készen is van az angyalka.